Na, sziasztok srácok! Én Black vagyok, itt vagyunk egy következő videóval. Ebben a videóban pedig nem más fogunk csinálni, mint megkeresünk valami nagyon titkos dolgot. Tartsatok velem, srácok! Szeretnél te is menő cuccokat? Plekkes pólók, pulcsik, bögrék és még sok minden más a Trollshop.hu. Link a leírásban. Úgyhogy srácok, ez a videó nem másról fog szólni, tényleg, mint megkeresünk valami nagyon-nagyon rejtett dolgot, nekem csak ezt mondták legalábbis, úgyhogy kíváncsi vagyok, mit fogunk találni, és bocsik, hogy nem volt három napig videó, visszatérünk tényleg a napi videók gyártására. Úgyhogy itt vagyunk, lesz Mine City, lesz kerék, lesz, lehet, hogy soha ne válasz is lesz. Írjátok le, hogy milyen videót várnátok tőlem, ami a kedvencetek, és úgymond szeretnétek, hogy újra a vászorra kerüljön. Na, szerintem lássunk is neki, és felezzük fel. Egyelőre annyit látok, hogy egy faluban vagyunk, és nincs kajánk. Úgyhogy szerintem szerünk egy kis kaját, retket, répát, magyarót. Jó. Ezt be is zabbantjuk. Szavasz, falusi kolléga, meg ne üssük a izét. Így az Iron Golemet meg ne üssük. Na mindegy. Igazából komposztálgassunk meg minden. Nézzünk kör. Az mi az a ház ott? Az egy átlagos falusi ház? Csekkoljuk le. Lássuk, hogy... Ó. Oh. Ez mi? Hallod? Ez nagyon komolyan néz ki. Itt van egy campfire. Tábortűz. Kiütjük. Miért nem? Csak az a baj, hogy nincsen semmilyen felszerelésünk, úgyhogy szerintem mielőtt nekivágunk, vágjunk egy kis fát. Addig írjátok le kommentbe, hogy mi a ti kedvenc... mi nem volt még? Hadd gondolkozzak egy kicsit. Mi a ti kedvenc Minecraft játékmódotok? Lehet ez minigame, vagy mit szerettek a Minecraftban a legjobban? Hát csinálni. Például a szerveren mit szerettek a legjobban, milyen minigémeket szerettek, milyen játékmódot. Tehát mi a kedvenc elfoglaltságotok a Minecrafton belül? Írjátok le a komment szekcióba, és a legjobbakat természetesen beszivelem. Úgyhogy szerintem vágjunk is neki. Jó. Kéne egy crafting. Csinálunk egy kardot, hogy azért mégiscsak ne legyen az, hogy nekünk jön valami. Jó. Oksa. Na, akkor csapassunk lefele. Ahogy látom, egyébként vannak itt bent ládák. Aha. Aha. Ez csak egy ilyen furcsa ház amúgy. Van itt valami? Na jó, ide még visszanézünk. Ez úgy néz ki, egy furcsa ház. Egyébként ez óriási ez a falu, úgyhogy felezzük fel egy kicsit jobban. És nézzük meg, hogy merre lehet. Egyébként szerintem egy titkos föld alatti bázis rendszer kell megtalálni. Sőt, nem, ez egyébként teljesen biztos. úgyhogy nézzük meg a házikókat. Hát, hogyha van itt valami arra utalója. Aha, szalma bála. Itt folytatódik még. Egyébként csak az az egy furcsa olyan ház volt, úgyhogy szerintem... Ó, milyen menő ez a falus ilyen. Ez néz ki a legjobban, esküszöm. Te mi vagy? Cartographer. Ez nagyon jól néz ki. Írjátok le, hogyha nektek is tetszett. Aha. Na jó. Akkor szerintem fedezzük fel ténylegesen azt a házat. Hát, ha ott van, nem tudom, alatta, vagy bármi. Csak ott kell legyen, hát itt nincs semmi. Nézzétek, mennyi falusi van ott. Jó ég, amúgy ez jó sokan vannak ebbe a faluba. Lehet, hogy van valami titkos gomba, amit meg kéne nyomnom. Na jó, üssünk ki mindent. A képeket. Ott egy láda! Na jó. Fákja! Redstone fák, ezt hova kéne tegyem? Hova kéne tegyem ezt a redstone fákját? Hova kéne tegyem ezt a redstone fákját? Nézzük csak. A többi képeket nincs semmi? Ha? Érdekes, érdekes. Kinyílt valami?
Lehet, hogy kivettük és kinyílt valami? Vagy csak egyszerűen menjünk a föld alá? Egy ágyal még soha nem ugrottam fel a ház tetejére. De jó ég. Nem nyitott ki semmi. Aha, itt meg... Víz alatt esetleg nincs semmi? Semmi nincs. Jó! Figyeljetek, akkor szerintem csináljunk egy csákányt. Úgy is kaján is kéne. Úgyhogy szerintem még ezt a répát megesszük. Oksa. Gyorsan. Jó, és akkor megnézzük, hogy mi lehet ott. Mi lehet a föld alatt. Lássuk csak. Aha. Ezt nem hiszem el! És tényleg itt volt. Na jó, azért visszarejtjük magunk. Vagy ne? Aha, és így lehet kimenni, és így egy lépcsőt alakít ki, és vissza tud rúgni. Ez nagyon király, ez eszméletlen király, de ez annyira para komolyan mondom ez a... cucc. És itt mit kéne csinálni? Na jó, hogyha ezt becsukom. Vagy ez pont, hogy ez a lenyílás, igen. Figyeljetek, én ütök. Aha. Aha. Oké, és oké. Ez nagyon parán néz ki, de na... Azt... mi a fere? Full raktár! Jó, de nincs mindegyikbe. Úgy néz ki, hogy itt lakik is egyébként valaki. Te jó, atya úristen, mennyi gyémánt meg mind... Na jó. Na jó. Oké, a gyémántot azt el is visszük. Wow. Á, gyémánt páncél! Gyémánt páncél! Ez nagyon király. Jó? Elitra! Na jó, na jó, ezért már megérte lejönni. Ezért már megérte. Gyémán... Atya úristen, ez eszméletlen király. Mi ez? Élesik, hármas, kard, crossbow, trident! Az eszem megáll, komolyan mondom, ez eszméletlen király. Slucs! Na és ott vagyunk, mi van? Ott egy enchantó gyémánt páncél. Á, nincsenek olyan jó enchantok rajta. Fire Protection. Mondjuk ez Protection 3, mondjuk legalább enchantot szedt, úgyhogy ez legalább egy plusz pont. Királyság. Jó. Ezekben a ládákban van valami? Hát, hogyha van valami ezekben a ládákban, nem vagyok benne biztos. Aha. Ebben van ilyen furcsa zászló. Ez olyan, mint egy klánnak a bázisa konkrétan. Ez esküszöm. Olyan, mint egy klánbázis, egy túlélőszerrel, ez nagyon királyú néz ki. Ez eszméletlen. Ez a design, ez nagyon menő. Írjátok le, hogy nektek is tetszik. Ez szerintetek egy csapda? Ez valamit hallottam. Egy piszton hangot. Aha, figyeljetek, milyen menő ez az ágy. Ez nagyon király ez a helyen. Én esküszöm, laknék itt. Ti laknátok itt, írjátok le a komment szekcióba. Akinek esetleg tetszik egyébként, az dobjon egy óriási nagy lájkot a videóra. Egyébként azt szerettem volna még megnézni, hogy... Aha, ezzel meg itt ki tudunk úgy néz ki, hogy menni? Ez szerintem a kijárathoz vezet. Na, majd megnézzük ezt is. Lecsekoljuk a többi szobát is nagyon gyorsan. Aha. Wow. Flip switch one. Ez ad egy új üllőt. Ez tök jó. Ez menő. Figyeljetek, itt van egy fűrész. Wow, mekkora potifűző. Ez eszméletlen, mennyi alapanyag van hozzá. Mennyi minden. Tehát ebből rengeteget tudnénk főzni. Én esküszöm beköltözni, de ez lenne a Black House. Ez eszméletlen király lenne. Ez... Na, a kajára legalább van szükségünk. Ez nagyon király ez a bázis. Feljebb megyünk. Aha. Ebben nincs semmi. Ebben se. Ez mit csinál? Activate Smoker. A füstölőt bekapcsolja. Aha. Ez is menő. Jaj, aha. A smokereket bekapcsolja. Ugye ezekkel hús lehet sütni. Meg ételeket, azt hiszem. Úgy néz ki, hogy ennyi volt a bázis. Tulajdonképpen, de nekem nagyon tetszett ez az egész, ennek a dizájnja. Vagy nem ennyi volt? Aha! Nem ennyi volt. Explorer farm. Itt van egy farm.
Ez mire hangja volt? Farms and Monsters. Ez egy önmagától forduló rendszer? Úristen, mennyi dinnye. Ja, ez egy dinnye farm! Na, ezt meg kell néznem, hogy néz ki. Hol kattog? Ott van! Na jó. Lehet, hogy oda feljebb megyünk. Ez eszméletlen király ez a bá... Bambusz farm! Ez nagyon menő néz ki! És beledobja a dropperekbe, át a ládába, ezt figyeljétek. Nagyon király, vágja le a bambuszt, ahogy nő vissza. Ez nagyon király. Ez eszméletlenül tetszik nekem. Mondjuk egy kicsit laggolok is itt bent. Kijövünk. Ez nagyon tetszik. Ez nagyon király. Elytra flight pad. Innen tudunk repülni? Na jó, akkor így fogunk elköszönni. Így fogunk elköszönni, úgyhogy... Srácok, lányok! Hogyha tetszett... És szeretnétek még ilyen különleges építménybemutatós videókat, mert nekem eszméletlen királyú tetszett, és így tök jól inspirálódtok is tőle, hogy például felmentek kreatív szerver, és ti is építettétek egy ilyet, akkor nyugodtan tegyétek meg. Nekem nagyon tetszett, nagyon király volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Én Black voltam. Sziasztok!